Jó reggelt kívánok! Kedv van, és ma reggel Molnár Csaba az első vendégünk itt a Startban, a DK Európa Parlamenti képviselője. Jó reggelt! Hát volt egy kis karcsörtetés, hogy most igazából kinek van igaza az ügyben, hogy az Európai Bizottság blokkolta-e a paksi atomerőmű építését, vagy csak a fűtőanyagbeszerzés problémakörét ruházta vissza a magyar kormányra, hogy ezt valahogyan rendezze. Ez utóbbi látszik most valódinak, amellett, hogy ez lehet, hogy egy áthidalatlan probléma. El tudja azt képzelni, hogy nem lesz ebből semmi a Paks 2 bővítésből? Szerintem ez egy ilyen nyelvtani vita volt, hogy most blokkolták vagy nem blokkolták, hogyha egy atomerőműben nincsen fűtőanyag, mert nem lehet a uniós szabályok szerint úgy vásárolni, ahogy egyébként Orbánék szerették volna a Putyinnal kötött alkuban, akkor tulajdonképpen blokkolva van, mert hát nyilván fűtőelem nélkül, hogy otthon a gázkályha nem működik, úgy az atomerőmű sem működik. El tudom képzelni, hogy ez hosszú távon is problémát okozhat. Az ugyanis most a gond, hogy az az új típusú atomerőmű, amit még nem nagyon építettek a volt szovjet blokkon kívül. Most talán, ha jól tudom, Ukrajnában épült korábban, és most Oroszországban épül egy ilyen típusú erőmű, amit Paksra szánnak a szerződésnek megfelelően az oroszok, ahhoz jelenleg csak a Rosszatom, tehát az orosz állami cég tud fűtőelemet gyártani, márpedig az Európai Uniónál a legeleje óta, ugye az 1950-es években alakult meg az Euratom, az első atomenergia közösség, az Európai Unió elődje, akkor kimondták már, hogy ilyen ügyekben versenyre van szükség. Az nem lehetséges, hogy egyetlen egy szállítótól függjünk. Márpedig, hogyha versenyre van szükség, ez kötelező szabály, de csak egyetlen egy fél tud szállítani, akkor az azt jelenti, hogy nem lehet tovább menni ebben az ügyben. Ez az mennyire igaz, mert hogy ezt is lehet olvasni most itt talán két napja, hogy voltak éppen nem is a magyar kormány kell, hogy szerződjön a Rosszatommal a szállításra, mert ezt pontosan az Euratomra ruházták át az Európai Uniós tagállamok. Éppen azért, hogy ne lehessen olyan eset, hogy valaki az európai tagállamok háta mögött szerez be valamiféle atomenergiával kapcsolatos anyagot. Ennél még szélesebb ennek a dolognak a lényege. Nem akarok túl messzi ilyen történelmi fejtegetésbe menni, de az egész Európai Unió elődje, az Európai Szén és Acélközösség és az Euratom, az pont azért jött létre, hogy Európában megelőzzünk egy későbbi háborút. Mivel a németek és a franciák szoktak Európában háborúzni, a történelemben ez volt a fantasztikus ötlet. Az 50-es években, hogyha a háború két legfontosabb kellékét, az acél és a szén az egyik oldalon, az atomenergia másik oldalon, azt közösen szerezzük be, akkor nyilván megakadályozzuk azt, hogy a jövőben háború legyen Európában. Ezt azóta mindenki komolyan veszi. Közösen szerzi be minden egyes Európai Uniós ország az atomenergiához szükséges fűtőelemeket, és ebben biztos, hogy nem lesz változás. A tulajdonosa ezeknek a fűtőelemeknek is az Euratom lesz, és nem pedig Magyarország, vagy a paksi atomerőmű, de ez így működik Paks 1-nél is, hogyha ezt nem tudták a magyar politikusok, akkor nem tudom, hogy mit. De hát akkor mire szerződött a magyar kormány, ha nem is ő szerződik ez ügyben? Hogy írhat alá egy olyan Orbán szerződést, politikájában nem is jogosult szerződni. Nagyon gyakori az a módszer, hogy megpróbál külső szereplőket vagy harmadik feleket késztények elé állítani. Csinálja ezt gyakran magyar belpolitikában is. Hát itt azért erősebb versenytársakkal találkozik, vagy erősebb ellenőrzéssel találkozik az Európai Bizottság részéről. Szerintem azt akarta csinálni, amit mindig szokott. Itt van egy kész helyzet, gyerekek, mindenki ehhez viszonyuljon. Az Európai Bizottság pedig viszonyul, úgyhogy azt mondta, hogy mindenkinek be kell. Hogy viszonyul ehhez az ügyhöz a DK, a Demokratikus Koalíció pártja? Örül annak a párt, vagy akár ön, hogy az Európai Bizottság ezt a lépést megtette, vagy alapvetően annak szurkol, hogy az Orbán kormány meg tudja lépni mindazt, amit egy magyar kormány meg akar lépni? Nekünk ebben az ügyben a fűtőelemektől függetlenül nem változott az álláspontunk. Mi azt mondtuk a leges legeleje óta, amióta ez az egész Orbán-Putyin atomszerződés készült, hogy nincsen szükség Magyarországon új atomerőmű. De Putyin miatt, Orbán-Putyin párosa miatt, vagy azért, önmagában azért nincsen szükség? Azért nincsen, mert 2035-re, amikor ez igazán élessé válhat, arra Magyarországon már olyan típusú megújuló energiákból álló fejlesztéseknek kell lennie. Erre egyébként kötelezettséget is vállaltunk az Európai Unió felé, hogy egész egyszerűen a Paks 2 által termelt áramra, arra 2035 után nem lesz szükség Magyarországon. Akkor ezek szerint ebben a szabadságharcos összefüggésből kiveszik ezt a kérdést,
és egyszerűen szakmai kérdésként nézik, hogy nincs rá szükség, és kész. Abnormális ez a dolog. Amikor annak idején én voltam még az energiaügyi miniszter, a jobb oldal gyakran az órom alá dörgöli, hogy én terjesztettem be a parlament elé a Paks 2 előtanulmányokkal kapcsolatos parlamenti határozati javaslatot, amit egyébként akkor el is fogadott még a mi kormányunk idején az ellenzék szavazataival, a Fidesz szavazataival az országgyűlés. Abban nem azt mondtuk, hogy meg akarjuk építeni Paks 2-t, abban azt mondtuk, hogy felhatalmazást adunk arra, hogy mindenféle hatástanulmány, energetikától környezetvédelemig ebben az ügyben elkészüljön. Semmi ilyesmi nem történt. 2010-ben a kormányváltással megálltak ezek a munkálatok, majd egyszer csak azt vettük észre, hogy egy titkos tárgyalássorozat után a magyar miniszterelnök az orosz elnökkel aláír egy olyan szerződést, aminek semmiféle alátámasztása nincsen. Nekünk mondom még egyszer, az álláspontunk ebben nagyon egyszerű. Ma semmilyen olyan okot nem látok, vagy látunk, ami alapján új atomerőmű blokkot kéne építeni Magyarországon. Azt mondja a Jobbik, hogy hazatérjünk a következő témával, bár hát eddig is itthon voltunk igazán, csak volt egy európai összefüggése, hogy a baloldal csak szavakban kíván változtatni korrupciós és hasonló ügyekben, mert itt van például a vagyonnyilatkozatok ügye, hogyha a DK-s politikusok akarnák, akkor most is nyilvánosságra hozhatnak a vagyonnyilatkozataikat, meg a családtagjaikét is, akkor nem lenne miről vitatkozniuk. Mit gondol erről? Hát két dolgot. Egyrészt két törvényjavaslatot nyújtottunk be ebben az ügyben a parlamentnek az elmúlt néhány hónapban. Az egyik törvényjavaslat azt próbálta kiküszöbölni, amit egyébként sokan észre sem vettek Magyarországon, sem a sajtó, semmi politikusok, hogy néhány évvel ezelőtt az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatánál a Fideszes kétharmad úgy módosította a szabályokat, hogy a hozzátartozók vagyonnyilatkozatát minden évben visszaadták, amikor leadták az újat. Ez olyan technikának tűnik, de ugye ennek az a gyakorlata, hogy nem lehet összehasonlítani az azt megelőző évivel. Nem látszik a vagyongyarapodás, mert az önkormányzatnál nem őrzik meg ezeket a papírokat. Erre adtuk be az egyik törvényjavaslatunkat, a másik törvényjavaslatot pedig a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozata kapcsán, amiben például ezek vannak, amit ön is említett, hogy a hozzátartozók vagyonnyilatkozata is legyen nyilvános. Ezen a héten tárgyalta, illetve a múlt héten tárgyalta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága ezeket, és a fideszes képviselők nyilván nem mertek nem gombot nyomni, ezért a tartózkodás gombot nyomták, de a végeredmény ugyanaz, a parlament még napirendjére sem fogja tűzni ezeket a DK-s javaslatokat. De a DK pártként is előre megy ebbe a dologban. Jelenleg egyetlen egy parlamenti párt van, ez a mi pártunk, a Demokratikus Koalíció, ahol nem csak a parlamenti, önkormányzati és európai parlamenti képviselők tesznek nyilvános vagyonnyilatkozatot, nekik ugye a törvény szerint muszáj, hanem a párt vezetőségének minden olyan tagja is, aki egyébként nem parlamenti, önkormányzati vagy európai parlamenti képviselő, tehát próbálunk mi ebben példát mutatni a többi pártnak, vagy próbálunk ebben az ügyben előre menni. Jó, láthatóan a Fidesz inkább a titkolózás pártja. De miért a Jobbik szólal meg ez ügyben vajon? Ezen érthető számomra ez a dolog. Én nem láttam azt, hogy a Jobbik törvényjavaslatokkal bombázta volna az elmúlt egy-két hétben vagy hónapban az országgyűlést ebben az ügyben. A DK az, amelyik ezekkel a javaslatokkal megpróbál tiszta helyzetet teremteni. Tehát jól mutatja, mondom még egyszer, hogy csak a tartózkodás nyomja a Fidesz, tudja, hogy ezzel is meg lehet akadályozni a napi rendelmét. Hát az érdekes összefüggés, a Fidesz tartózkodik, a Jobbik pedig támad. Ez így együtt egy érdekes összefüggés, mert Krekó Péterrel úgyis a Jobbik belső változásairól beszélünk, majd érdeklődöm ez iránt. Ez egy nagyon régi szövetség, ami a Jobbik és a Fidesz ez között megvan, adaján? És ez tovább fog működni. A kétharmados többség elvesztésével, ami aztán reményeink szerint tovább megy azzal, hogy Tapolcán és Ajkán is győzni tud majd a DK, illetve az MSZP közös jelöltje, ezzel egyre inkább rászorul a Fidesz a Jobbikra, és az a bújtatott együttműködés, ami évek óta jellemzi őket. Azért ne felejtsük el például, korábban is volt olyan, hogy 4/5 többség kellett valamihez a parlamentben, ugye a házszabálytól eltéréstél. Valamilyen csoda folytán mindig megvolt a 4/5, pedig a Fidesznek csak 2/3 volt a parlamentben. Amikor segítségre van szükség, akkor a Jobbik mindig kéznél van. Ez még inkább ki fog azt mondja, hogy a 2/3 most is megvan a Jobbikkal? Én biztos vagyok benne. Érdekes összefüggés. Ez egy régi állítás, most majd meglátjuk, hogy így van. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Köszönöm a meghívást.